Könyvek az elválással kapcsolatos félelmekről, többek között ezek is a szülők hasznára válhatnak a gyermekek óvodára való felkészítésében. A mesék, a személyes történetek sokat segíthetnek abban, hogy a kicsik megértsék, mi vár rájuk az oviban. A gyermekpszichológus tapasztalata az, hogy ebben az időszakban a reggeli elválás okozza a legtöbb nehézséget a családoknál. Reggel a sírás szokott itt a legnagyobb probléma lenni, ami talán az anyukákat is nagyon megviseli, de hát ezt is el kell fogadni, hogy ez egy természetes folyamat, és hogyha türelmesek vagyunk, vagy kellően megnyugtatóak, és igyekszünk egy picit rövidre is zárni ezt a búcsút, nem olyan nagyon hosszasan hagyni, hogy ott csimpaszkodjon a gyermek, meg ott órákig ígérgetünk, puszilgatunk, hanem egy-két búcsú puszi után igyekszünk rövidre zárni ezt az elválást, amiben az óvónénik is nagyon nagy tapasztalattal tudnak segíteni, akkor ezzel talán egy kicsit megkönnyíthetjük ezt a folyamatot. Fontos, hogy a szülők próbálják önállóságra is sarkalni a gyermeket. Az óvodában ugyanis sok helyzettel már egyedül kell szembenéznie. A mai szülők nagy része már szerencsére sokkal tudatosabb, és nagyon igyekszik a gyerek igényeire odafigyelni. Hogyha ezt az édesanyja nagyon-nagyon jól akarja csinálni, és nagyon-nagyon törekszik arra, hogy minden nehézséget elhárítson a gyermek útjából, akkor azzal egy picit a saját dolgát is nehezíti, hiszen ha mindentől megkíméljük a gyerkőcöt, minden nehézségtől, akkor pont azok a képességei nem alakulnak ki, amikkel meg tud küzdeni egy-egy nehezebb helyzetben. Úgyhogy néha a szülők is picit túlaggódják a dolgokat, de időben akár olvasnak egy cikket, hallgatnak egy interjút, vagy olvasnak egy ilyen szülői tanácsadó könyvet, vagy felkeresnek egy szakembert, és akkor egy-két alkalommal lehet, hogy egy kis megnyugtatás, megerősítés és tanácsadás segít átlendülni a kezdeti nehézségeken. A gyermekpszichológus a megfelelő mennyiségű és minőségű alvás fontosságára is felhívja a figyelmet. Mindenképpen azért az este 8 óra egy óvisnál az nagyon fontos lenne, hogy lefekvés ideje legyen, még ha nem is alszik, de legalább már ott az ágy és a lefekvés közelében legyen, és fontos, hogy előkészítsük itt az alvást, hogy picit hagyjuk, hogy lecsendesedjenek a gyerekek. Tehát fürdés után, vacsora után már olyan nagy mozgásos, birkózós játékban ne nagyon kezdjünk, kapcsoljuk le az erős fényeket, lehetőleg ne tévével aludjanak el, vagy tévés mesével a gyerekek, még ha nézik is, utána legyen egy pici olvasás, vagy könyvlapozgatás, nézegetés, egy sólámpa mellett egy halványabb fény, tehát valahogy sugallja már a környezet is, és a szülő magatartása is azt, hogy itt már most lecsendesedés, elcsendesedés, megnyugvás fog következni. Fontos az is, hogy a szülők tisztában legyenek azzal, az óvodai beszoktatás nem megy egyik napról a másikra. Ez a folyamat akár hónapokig is eltarthat, amelynek kezeléséhez sok türelemre és empátiára van szükség a felnőttek részéről.